Sziasztok! Megnézzük, hogy mi vár ránk a következő 48 órában. Ismét a szokásos egyes csoport és kettes csoportból választhatok, és lássuk is, fogjunk hozzá, hogy mi az, ami vár ránk. Az első csoportnak kérjük először, akik ezt a csoportot választották, az ő számukra milyen események várhatók, mi az üzenet, mi az, amire esetleg figyelnünk kell, mi a tanács. Szóval majd kiderül, hogy mi érkezik az egyes csoportot választóknak. Lássuk! És még egyet. Kijött a remete, a gazdaság a korongok tízesével, az uralkodás a botok kettesével, a botok lovagja és a korongok hercegnője. És ahogy kiraktam a remetét és a gazdagság lapját, akkor az jött belőle, hogy rögtön az információ jött, hogy ne kapkodj. Elképzelhetőnek tartom, hogy ez a figyelmeztetés, vagy ez a tanács, ez azért jött, mert lehetséges, hogy olyan helyzetben vagytok, hogy hát jó lenne, hogyha az anyagi stabilitásotok valami csoda történne. És most úgy megvagytok valahogy állva ebben a nem túl jó helyzetben, és nagyon vágynátok arra, hogy végre valami pozitív irányba induljon el, de ehhez jött ez a felszólítás, hogy ne kapkodj. Nem kell rögtön belevágni mindenbe, ami a legkisebb jóval kecsegtet. És itt az uralkodás és a botok lovagja ezt erősítette meg bennem, hogy az uralkodással a botok kettes egyébként is a várakozás lapját jelenti. Tehát, hogy uralda azt a benned lévő tüzet, hogy ráugranál mindenre, ami valamilyen kis eredménnyel kecsegtet, és a botok lovagja pedig azt jelenti számomra, hogy ebben a helyzetben érkezhet olyan lehetőség, ami rövid ideig van itt, de utána el is fog tűnni. És én nem vagyok benne biztos, hogy ez jó lesz, hogyha ezt így ráugrasz és ezt csinálod. Tehát, hogy ez egy ilyen átmeneti dolog. Ha mondjuk olyan nagy a baj, hogy átmenetileg is jó egy ilyen segítség, akkor elképzelhető, hogy ezt is érdemes lesz megfontolni. De én sokkal inkább azt érzem, hogy utána érkezik a korongok hercegnője. A korongok hercegnője lehet, hogy így első ránézésre nem ígér túl sokat. De mivel korong, ezért amit ígér, azt hosszú távon adja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akik ezt a csoportot választották, leginkább az anyagiakkal, a munkával kapcsolatosan lehet itt a következő két napban olyan esemény, olyan történés, ami hát valamiféle reményt csillant fel, de azt mondják a alapok, hogy illetve az én belső hangom azt mondta, hogy ne kapkodd el, légy türelmes, és ha már eddig kibírtad, akkor várd ki azt, hogy majd megérkezik ez a nem túl nagynak látszó, de az hosszú távra stabilizáló megoldás is. És az nem valószínű, hogy ebben a két napban,
És pont ezért szól ez a figyelmeztetés, vagy ez a tanács, mert az is lehet, hogy például ez a botok lovagja, ez például egy többet ígér, mint amit fog teljesíteni. Tehát lehet, hogy ez egy olyan ajánlat, ha valaki például munkaajánlattal, vagy munkahelyváltással van gondolkodik, akkor lehet, hogy ez a botok lovagja, ez egy olyan ajánlat lesz, hogy érdemes lesz megnézni, hogy mi van mögötte. Valódi az az ígéret? Valódi az a lehetőség, amit ez kínál, vagy jobb lenne inkább tényleg várni, mert üres fecsegés az egész ígéret, tehát hogy nem fog beteljesülni. Úgyhogy itt nagyon is azt érzem, hogy itt ilyen jellegű. Ha valakinek mondjuk ezt párkapcsolatra akarnám rá vetíteni, ott is úgy gondolom, hogyha régóta vársz már egy olyan kapcsolatra, amiből itt a korongok tízese, a család, illetve egy hosszú távú elköteleződés lenne, vagy azt remélsz belőle, akkor megint csak az a tanács ebben az esetben is, hogy ne kapkodd el a dolgot. Elképzelhető, hogy ilyen délen is valakinek betoppan az ajtón egy lehetőség, ami hát ilyen átmenetileg nagyon jó lehet, és mondjuk azt én nem is kárhoztatnám, ha élne ezzel a lehetőséggel, mert ha úgy van, akkor élje meg. Ha az ő értékrendjébe bárkinek belefér, akkor nyugodtan. De a lényeg az, hogy nem biztos, hogy ő lesz az, akire vársz, hanem valamikor később érkezhet egy olyan valaki, akiből abszolút nem feltételeznéd, nem gondolnád róla, hogy ő belőle valaha egy király lesz, hogy valaha egy érmék királya lesz a számodra, vagy egy érmék királynője, mert ő egy hercegnő. Szóval egyáltalán nem azt gondolod, hogy ő képes lesz majd egyszer felnőni ahhoz a feladathoz, de itt a lapok szerint én határozottan úgy érzem, hogy ennek nagyon nagy esélye van, hogy ha ez a korongok hercegnője megérkezik, akkor belőle még lesz egyszer királyi fenség, akivel ezt a gazdagságot, ezt a korongok tízes állapotát te valójában tényleg meg szeretnéd élni, és meg szeretnéd tapasztalni. Úgyhogy számotokra, az egyes csoport számára az összefoglalva az tényleg ennyi, hogy ne kapkodj, élj a lehetőséggel, de gondold át, hogy mi az, amit kínál a lehetőség, és mi az, amire vágysz, vesd össze, és annak megfelelően használd ki, vagy ne használd ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy megnézed. Köszönöm, ha lájkolsz, ha feliratkozol, vagy megírod a véleményedet, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok! Jó! Lássuk akkor a kettes csoportnak mi érkezett, mert ez egy nagyon szép volt így az egyesnek. Ez egy szuper jó üzenet volt. És lássuk akkor a kettes csoportnak. A kettes csoportot választók számára mi várható a következő kettő napban? Erre kérünk szépen információt. Nagyon érdekes, mert amikor megkevertem, akkor a legalján volt ez a kardok 9-ese, és direkt még kevertem rajta, hogy nehogy véletlenül azt húzzam, ha már egyszer láttam, és mégis azt húztam ki, pedig ott már nem láttam. Úgy látszik, hogy annak fontos szerepe van. Mert hogy a kardok 9-ese jött ki, az érmék 6-osával, a botok 9-ese, a kardok 5-öse és az érmék 7-ese. Hát középen van a botok 9-ese, ami egy másik 9-es lap.
mind amivel kezdünk, mert a kardok 9-ese az egy gondokkal terhelt, nagyon nehéz időszakról beszél, amikor ti elég nehéz helyzetben lehettek. Itt az érmék hatosával úgy érzem, hogy szinte minden nap egy ilyen lavírozás, hogy hogyan lehetne túlélni, hogyan lehetne kiegyensúlyozni, hogyan lehetne megoldani a napi a problémákat. Ez bármilyen probléma lehet, lehet munkahelyi probléma, de lehet párkapcsolati probléma is. Ez jelenthet azt is, hogy párkapcsolaton belül is állandó csatározások lehetnek, így az érmék hatos két oldalán egy 9-es, 9-es és a két legrosszabb 9-es lappal, az egyik az ami az őrlődés, az állandó gondolkodás, a hogyan lesz, ezt én már nem bírom dolog, a másik az pedig a botok 9-esével, az a 9-es lap, ami úgy védekezik, hogy közben támad is, tehát hogy ez a két lapnak nekem azt mondja, hogy itt egy olyan élethelyzetben lehettek, ami tényleg így felőrli az energiátokat, mert így napi szinten kell lavíroznotok az élethelyzetetekben. És utána a kardok ötösével még azt is mondja, hogy bizony itt előfordulhatnak csaták, szócsaták, bármi ilyen jellegű kommunikációs csatározások, ahol hát nem teljesen tiszta, meg megnyilvánulások vannak, talán egyik részről sem. Szóval nem felhőtlen a jelenlegi szituációtok, azt gondolom, sőt ez a kardok ötöse akár azt is jelentheti, hogyha jelenleg valamennyire nyugodt, kiegyensúlyozott az élethelyzetetek, akkor viszont egy nehéz vitákkal, veszekedésekkel teli szituáció is következhet. De az utolsó lapként az érmék hetese jött, ami azt mondja, hogy bármennyire is nagy nehéz ez a jelenlegi helyzet, bármennyire is úgy érzitek, hogy ezt már nem lehet tovább bírni, hogy valamit itt most már muszáj odavágni, itt a kardok ötösére gondolok, itt azt tanácsolja a kártya, hogy legyetek türelmesek, valahol a háttérben, számotokra még láthatatlan módon már fonják azt a fonalat, fonják azt a hálót, azt a szövetet, ami majd nektek egy biztosabb és stabilabb életet fog adni, de ahhoz még kell türelem. Az életünk, mindannyiunk élete nagyon-nagyon sok minden kiével van kapcsolatban, még olyanokkal is, akikről nem is tudunk, nem is sejtünk, mert mondjuk még nem léptek be az életünkbe. Vagy lehet, hogy már beléptek az életünkbe, csak másképpen, más módon, mint ahogy a végcél felé, vagy mint ami a végső kapcsolatunk lenne vele, és az ő életüknek az alakulása az a milyenkel párhuzamosan történik, annak a befolyásolása is történik, de hát nem lehet mindent úgy varázsütésre rendezni, ahogy szeretnénk, tudjuk ezt mi is, mindenki, ti is. Úgyhogy itt azt mondják a lapok, hogy ne aggódjatok, még egy kis kitartást, még egy kis türelmet. Ezt a helyzet alakulni fog, jobb irányba fog alakulni, csak most valahogy még bírjátok ki.
akármi is történik így a következő két napban, tudjátok, hogy az csak egy pillanatnyi, az egész nagy mindenségben egy pillanatnyi nehéz ciklus, nehéz perc, nehéz óra, aztán utána megy minden tovább. Úgyhogy, hát akik a kettes csoportot választották, én nagyon remélem, hogy még a lelki erőtök kitart, és ez a mostani üzenet pedig ad kellő bátorítást, még hozzá kitartást, hogy tovább cipeljétek a terheiteket. Köszönöm, hogyha itt voltatok, köszönöm, ha lájkoltok, feliratkoztok, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!